Gyönyörű ember volt, szóval egy fejedelmi arc volt. Itt az elemi szellemről van szó. És én mindig is azt hittem, és azt hiszem, hogy a Fülep megjelent írásai ezt támasztják alá, Fülep a szellem filozófusa volt. A szellem igazi, és a 20. században az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb filozófusa. Akivel ő találkozott, azt ő besugározta. És ezt a sugárzást azokon, mint halálig, látni lehetett. A karakter igaziból megragadhatatlan, megfogalmazatlan, valahol irracionális. Ezt az ember, ha normálisan társalkodik embertársaival, nem egészen érzi, mert meg tudja fogalmazni, hogy milyen hülye a felesége, vagy milyen ostoba a főnöke, és így tovább. De a nagy egyéniség az azt hiszem, hogy mind a mai napig csoda és megfoghatatlan. És a Fülep az volt. Volt szerencsém Németh László 8. gimnáziumi dolgozatait közzétenni, publikálni. És ugye hát Németh Lászlót sokféleképpen lehet értékelni, de még akik nem kedvelik, azok se vitatják óriási írói tehetségét. De ha valaki megnézi a 18 éves Németh László és a 18 éves Fülep dolgozatait, írásait, feltűnő, hogy Fülep mennyivel érettebben, mennyivel felnőttesebben, mennyivel sallagmentesebben fogalmazott, mint Németh László ugyanennyi éves korában. De mi lehet ennek az oka? Hát ez a zsenitnek a titkát nagyon nehéz megfejteni. Hát erre, mint hogy a csodának se tudjuk, hogy mi az eredete, erre nem tudok választani. Adiról az első elismerő cikket ő írta, és hát nagyon szép írása van Adiról, Adi éjszakája és Adi éjszakája, és abban leírja, hogy Adi őt cipelte magával egy ideig a lebújokba, kocsmákba, mindenhova, és akkor szakálla volt Fülepnek, és Adi úgy hitte, hogy a Fülep Krisztus. Szóval ez az elnevezés, hogy a Fülep Krisztus, ez Aditól származott. És hát azért az nagy dolog volt, hogy az ember együtt ül valakivel, aki nem régen még, vagy hát néhány évtizeddel azelőtt még Adival kocsmázott együtt. Ő Adinak az első igazi értékelője. Tehát 1906-ban, amikor megjelent az Új versek, akkor Fülep azonnal egy dicsőítő kritikát írt Adiról, tehát nem olyan szigorúat, mint a színészekről és a színi előadásokról, hanem azonnal megérezte, hogy itt a magyar irodalom egy fordulópontjához, határkövéhez érkezett, és egy hatalmas, lendületű, dicsőítő kritikát írt, és kérte Adit, hogy találkozzanak az éjszakában. Adi Endre az új magyar vers megtalálója, avagy az új magyar vers találta meg Adi Endrét. Olyan embert, aki láthatólag sokat viaskodott az élettel, sokat küzdött környezetével. Megjárta a magyar ugar gizgazos kálváriáját, önnön lelke vergődésével tett meg minden lépés célja felé. Ilyen ember legyen, aki az új magyar vers megírásába fog. Az új magyar vers legyen a mi versünk. Ma köszöntöm a holnap hősét. Fülep Lajos a nagy művét, a nagy művészet filozófiáját nem írta meg. Ezt szokták, akik nem kedvelik őt a szemére vetni, de egy biztos, egy valamit nem lehet kétségbe vonni, hogy minden igazi nagyságot Magyarországon Fülep Lajos említett először. Mindenek előtt Cézant tartotta, ilyen hatalmas mesternek, aki egy egész korszakot és a művészet jövőjét is meg fogja határozni, talán még rajta kívül Gauguint. Kiment Franciaországba, Párizsba, és valószínűleg magyar nyelven elsőként, vagy az első között, de inkább az elsőként írt Cézanról. És azonnal úgy, ahogy most értékelik, azonnal látta, hogy ez mérföldkő az egyetemes piktúra történetében, és ezt meg is írta.
Két őserejű, ősegészségű, kristálytiszta forrás árasztja széjjel mérhetetlen gazdagságát az idei szalondotomra. Cézanne és Gauguin. Mondják, hogy Giotto és más primitívek sírtak festés közben. Cézanne a természettel áll szemben ugyanolyan gyermekes hittel, rajongással, mélységes megindulással, mint Giotto az Istennel. Könnyezette ő is oly mellékes, de valószínű, hogy bizonyos alkalmakkor igen, legalább befelé. És ezért, éppen ezért egy Cézanne-féle csöndélet, néhány szalonna darab és piskóta az asztalon, van olyan szent kép, mint egy Giotto vagy Beato Angelico Madonna. Ha a fiatal fülek formálódását nézzük, alapvető dolog, hogy minden a művészettel kezdődik. Tehát fülek esztéta ember volt, és egészen firenzei megtéréséig esztéta emberként viselkedett. Az volt a nagy becsvágya, hogy ő megértse a művészet jövendő formáit. Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre, volare, amano soltanto la velocità. Fülöp számára Firenze volt minden. Mikor került ide? 1907. szeptember 15-én érkezett, ahogy ő írta egy cikkében, az örök épségek mese városába, Firenzébe. Állami ösztöndíjat kapott, és végül 1914-ig maradt Itáliában, és ebből 6 évet töltött Firenzében. Legtovább a Gordigiani család villájában, a Piazza Donatellón lakott. Óriási szerencséje volt, mert Michele Gordigiani, aki az olasz királyi családnak volt a festője, ismerte Firenze elit értelmiségi körét, és az ő révüken Fülep bekerült ebbe a szellemi körbe. A legnagyobb hatással azonban Fülepre nem a férj, a festő volt, hanem a felesége Gabriele Gordigiani. Ő adta a kezébe a lelki fejlődéséhez szükséges legfontosabb olvasmányokat, így az Assisi Szent Ferenc életéről, legendáiról szóló Fiorettit is. Ezen olvasmányi hatására Fülep egy hatalmas tanulmányba fogott Szent Ferenc életéről, ezt tulajdonképpen meg is írta, de sajnos ez kéziratban maradt. Őt az óriások érdekelték. Assisi Szent Ferenc kétségkívül valaki óriás. A szellem meghatározhatatlan. Ezt Fülep többször leírta, többször demonstrálta, kinyilvánította. A szellem pedig személyes szellem. A következő fordulópont az volt az életében, amikor rájött, hogy nagy stílusra van szükség. Kereste, hogyan alakulnak ki a nagy stílusok, a gótika, a román. Ekkor ébredt rá, hogy igazi nagy művészetnek, nagy kultúrának van valamilyen metafizikai alapja. De mi legyen ez a 20. század elején? Éppen a firenzei élmények, a műalkotások ereje, Giotto és a középkori művészet győzte meg arról, hogy ez a metafizikai alap nem lehet más, mint a kereszténység. A kereszténységet kell tehát megújítani. Mit értett Fülep primitíveken? A francia művészettörténeti szakirodalom szóhasználatát követve Giottót és kortársait. Azt is meg kell mondani, hogy mit akart rombolni Firenzében, a keresztény kultúrát. Korábban ugyanis anarchista hatások érték őt, egyebek között Stirnerről is írt esszét.
és mi jövünk ide, hogy primitívek előtt essünk ideggörcsökbe, és elszoruljon a szívünk a gyönyörtől egy-egy mozaikisten vagy kőkrisztus láttára. Toszkánába érve sem akarjuk legyűrni az ingójunkat. Kapkodunk a levegőben ide-oda, amíg némely pofonok észre nem térítenek. Hatalmas keresztény pofonok. És akkor elkezdjük nem csak megérteni és szeretni a keresztény primitíveket, hanem kést rántanánk értük, és fetrengünk előttük, s hogy minél közelebb jussunk testükhöz, lelkükhöz, mindennapi olvasmányunk, a Legenda Aurea, a Szentek Élete, a Fioretti. Aztán ismerjük meg mind a templomokat, melyekhez a toszkán hegyekből vájták a köveket. Ismerjük meg mind a faragott szenteket, melyek anyaga ugyanazon hegyekből került. És ugyanezeket a hegyeket, s az egész toszkán vidéket nap-nap után fölleljük képeken, melyeken Mária a gyermekkel, Szent Ferenc és más keresztény motívumok vannak képzőművészetileg megcsinálva. És ha épületkőben, szoborban és színben mindenütt találkozunk ezzel a földdel, és mindenütt szentek társaságában, akkor rájövünk, hogy itt a föld parancsol. Elmondhatatlan az, hogy mivel tartozom az itt töltött időnek, a sok magánynak. Itt lettem újra hívő, itt ismerkedtem meg alaposan a vallással, a miszticizmussal. 1907 vége, 1908 eleje, a legnagyobb fordulópont eddigi életemben. Firenze bottegaia di quando eri bambino e te ne andavi in giro fiero d'essere fiorentino. Firenze bottegaia che ora non è più, ti han tradito quelli che ti devono di più. A Fületnél se lehetett pontosan tudni. Mondjuk, ha ilyen mondásokat hallott tőle az ember, micsoda Isten az, akit be lehet bizonyítani. Hogy mennyire és milyen mélyen hisz, és milyen jó Istenbe hisz. Azért az ilyen titkokat ő nem árulta el nekünk. Erről nem volt szó. Így valahogy az ő misztika iránti érdeklődését is én valahogy inkább arra vezetném vissza, hogy a szellemnek, az igazán magas típusú szellemnek minden megnyilvánulást a zsigerileg, egzisztenciálisan, mélyen, életét és vérét adóan érdekelte. Így érdekelte a művészet, így érdekelte a filozófia, így érdekelte a misztika, így érdekelte a vallásnak bizonyos más jelenségei és még egy csomó más dolog. Fülep Lajos Firenzében élénk szellemi életet élt, bekapcsolódott a bibliotéka filozofika munkájába is. Ide is Madame Gordicsáni vezette őt be. Ebben a körben olyan kiváló emberekkel találkozott és cserélt eszmét naponta,
mint Giovanni Papini, Giovanni Amendola, Piero Marucchi. 1911-ben nagyhatású olasz nyelvű előadást tartott itt Fülep, melynek a címe Emlékezés a művészi alkotásban. Ez egyik legnagyobb műve volt. Ez az egyik legjelentősebb művészetfilozófiai munkája. A kilenc múzsának az anyja Mnemoziné volt, aki maga az emlékezést jelenti. A múzsák anyja az emlékezést, tehát azt jelenti, hogy minden művészet tulajdonképpen az emlékezésen alapszik. Az emlékezés a művészetben. Tehát a művészet soha nem egyszerűen csak az, amit látunk, hanem az, amit ez a művészet, mint formai tradíció magával hoz, amit képvisel, amiben a hagyományhoz kapcsolódik. Ez egy nagyon fontos elv volt, mert ez azt is tartalmazta, ami Fülepet végigkísérte a pályáján, hogy a művészet soha nem csak egy formai játék, hanem etikai háttere is van, az étosznak és az esztétikumnak a szoros összefüggésével kell számolnunk. Hát el kell olvasni a Emlékezés a művészi alkotásban című művének az olaszországi vitáját. Abban a vitában torony magasan áll a Fülep a többiek mellett. Hiába világnév Papini, hiába tette többek között a Fülep is az Amendolát világnévvé, nem. A Fülep messze okosabb volt, messze, hát zseniálisabb. Na. Tehát oda ment közéjük, és azonnal ki is ugrott közülük. Az a társaság, amelybe Fülep Lajos tartozott, és legendásan évtizedek múlva, vagy egy fél évszázad múlva is emlegették, hogy a Giubbe Rosse nevű kávéházban székelt. Ezek között olyan világhírű írók is voltak, mint Giovanni Papini, akinek azt hiszem Krisztus története című könyve az, amelyhez Fülep Lajos egy hatalmas olyan előszót írt, hogy emlékszem diákkoromban én folyton magammal hurcoltam ezt a Krisztus történetét, az igazat megvalva nem is Papinit olvastam benne, hanem mindig csak Fülep Lajosnak az előszavát, mert nála szebben nem írta le senki a firenzei reneszansznak a lényegét. 1911-ben Lukács Györggyel és Hevesi Sándorral együtt megjelentetett egy két számot megért filozófiai folyóiratot, a Szellemet. Ennek a programját Fülep Lajos fogalmazta. Mi időközönként és nagy időközönként anyagot akarunk adni az embereknek a gondolkodásra, módot a magukba térésre, a benső életre, oly kérdésekkel foglalkoztatni őket, amelyeknek naphoz és időhöz semmi közük, hanem szellemi és lelki sorsukat mindig és mindenütt érdekelhetik, kell, hogy érdekeljék. A Szellem című folyóirat 1910-11-ben jelent meg. Lukács György és Fülep Lajos voltak a szerkesztői, tehát akkor két nagyon jelentős nagy figurájának a találkozása és egy közös szellemi beállítódása volt az alapja ennek. Nagyon kevesen tudják, még a Lukáccsal foglalkozók közül is, hogy Lukács Györgynek is volt egy Szent Ferences korszaka. Tehát egy időben, amikor Firenzében találkozott Füleppel, akkor Lukács is erősen vonzódott Szent Ferenc és a ferences szellemiség iránt. Nyilván, hogy nem ez volt közöttük a fő összekötő kapocs, de tény, hogy 1911-ben, amikor a Szellemet együtt szerkesztették, Hevesi Sándor, Fülep Lajos és Lukács György, akkor mind a ketten erősen vonzódtak a keresztény misztika iránt. Fülep és Lukács György nagyon szoros szellemi kapcsolatban voltak, és hát osztották azt a törekvést, hogy a pozitivizmussal, a historizmussal szemben egy metafizikus alapra kell helyezkedni. Gondoljunk arra, hogy Nikolai Hartmannak, aki nem akárki, 1921-ben jelent meg a Metaphysik der Erkenntnis című könyve, és az, hogy Metaphysik der Erkenntnis, az iszonyú botrányt keltett. Micsoda az, hogy metafizika itten? 21-ben. És a Fülepék 11 márciusában kiadták a Szellemet, és az volt az alcíme, hogy metafizika, etika, vallás, filozófia, esztétika.
Esztétikai tanulmányainkban a művészeteknek valóban vitális kérdéseivel fogunk foglalkozni. A művészet külön világ a való világ mellett, saját törvényei vannak. De amire épül, az az emberi szellem és lélek, és reál vonatkozik. Csak ez szellem és lélek egész teljéből érthető meg. Mi a művészi jelenség egész komplexitásával igyekszünk számot vetni, és keressük vonatkozásait a vallással, morállal, stb. Tájától 14-ig folyamatosan párizsi és firenzei tanulmányokat folytatott. 1914 után a Fülöp tartósan külföldön nem töltött időt. Az embernek a szíve vérzik, ha arra gondol, hogy az elkövetkező 30-40 évben mi mindent megcsinálhatott volna Fülöp, ha a körülményei ezt egyáltalán lehetővé teszik. A vasárnapi kör értelmiségi kör volt, ahol Fülöp Lajos, Mannheim Károly, Lukács György, Lesznai Anna, Hauser Arnold és a fiatalabbak közül Tolnai Károly fordult meg. Egy társaság volt, amelynek a tagjai rendszeresen összejártak, találkoztak minden vasárnap 1915-től kezdve 19-ig, sőt utána még a bécsi emigrációban is, és beszélgettek olyan dolgokról, amik foglalkoztatták őket, filozófiai, művészeti, esztétikai kérdésekről, és ezt tulajdonképpen valamennyire egy ilyen privát társaságnak is lehetett nevezni mindaddig, amíg ki nem léptek a nyilvánosság elé. A vasárnapi kör létrehozta a Szellemi Tudományok Szabadiskoláját, amely egy alternatív, ellen egyetem volt a Papnövelde utcában. Nem tartoztak a nyugathoz, és valami mást akartak, valami többet, magasabbat, görögség felé nyíltabbat, a reneszánsz, a képzőművészet felé nagyobb nyíltságot, mint a nyugat. Lukács esztétikáról és etikáról tartott előadásokat, Fülöp, mint mondtuk, ugye ez a nemzeti elem a művészetben, címen tulajdonképpen a képzőművészet különböző területeiről, építészet, festészet, szobrászat témáiról, Balázs Béla a líra elméletéről, meg drámáról is. Ugye ebben az időben írta azokat a szövegkönyveket, amik a Bartók operának és Bartók balettnek az alapjául szolgáltak, a fából faragott királyfit, a kékszakálló hercegvárát, Mannheim Károly, aki aztán Németországban lett nagyon híres, a tudásszociológia megalapítója, Hauser Arnold, ugye, aki a művészet és irodalom, társadalomtörténet, tehát művészet-szociológia területén, Tolnai Károly, aki Fülöp Lajosnak volt a tanítványa, és aztán ugye ilyen világhírű Michelangelo kutató lett belőle. 18 októberében, novemberében, tehát az őszi rózsás forradalom idején Fülöpnek jutott némi szerep. Amikor is Károly Mihály hívta őt, hogy legyen az olasz ügyek intézője. És ki is ment, hogy a Fiumébe utazott ki, hogy az ott rekedt magyaroknak az ügyét intézze. Nagyszerűen el is intézte, és utána tovább ment Olaszországba, mert nagyszerű kapcsolatai voltak. Ő egyre küldte Károlynak a jelentését, hogy ezt is elintéztem, az olaszok hajlandóak velünk együttműködni, de nem kapott megbízó levelet, hivatalosat, és ezért haza kellett jönnie. Amikor Károly fogadta, életveszélyes volt az út, akkor az utazás, vonaton jött, félt, hogy élve haza se tud jönni, hazajött, Károly fogadta, és mondta, hogy most, ha ennyi mindent elintézett, akkor menjen vissza. Tehát mondta, hogy a mai világban ezt az utat még egyszer, ő ezt nem tudja megtenni. És nem is volt rá idő, mert utána március 21-én kitört a tanácsköztársaság. Oh,
bajba tartották számon, mint akit a tanácsköztársaság nevezett ki egyetemi tanárra. És mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz. Nem a tanácsköztársaság alatt nevezték ki egyetemi tanárnak, hanem még Károlyi, Jászi Oszkár javaslatára. De amikor kinevezték egyetemi tanárnak, és tartott is az egyetemen órákat a tanácsköztársaság idején, tehát a vörös terror idején úgymond, de miről beszélt itt, ez a lényeg? Dantéről és Assisi Szent Ferencről. Tehát Samueli járt a mozdonnyal az országot, Budapesten pedig ebben a rendszerben Assisi Szent Ferencről tartott előadást Fülep Lajos. Fülep olyan ember volt, hogyha egy felismerés gyökeret vert a fejében, akkor ezt erkölcstelenségnek tartotta, hogy ő ezt nem tudja megvalósítani. Azt mondta, hogy a gyengeség erkölcstelenség. Tehát amikor ő eljutott ehhez a gondolathoz, hogy megvan a metafizikai alap, és megvan a hordozója is ennek a metafizikai alapnak, a nép, akkor úgy gondolta, hogy ezt a népet és a metafizikai alapot az értelmiségnek, az intelligenciának kell alakítani, fejleszteni, ápolgatni. Falun akkor még kultúra volt. Egy kerek, szép kultúra, mindennek tudták a szabályát, a helyét, a módját. Ahogy a városi ember nem tudhatta. Budapesten van kultúra, vannak művelt emberek, van kultúra, de olyan egységes, annyira megszabályozva minden, de írott szabály nélkül, mint egy hagyományos faluban volt, nincs. És ez Fülepnek tetszett, jó érzéke volt a kultúrához. Valami iszonyú vágy, nosztalgia, vonzalom fűzte őt a magyar faluhoz. Na most az egyetemi tanárságról kiderült, hogy az nem megy, maradt a falu, ami egyébként mániája, szenvedélye, szeretetének legfőbb tárgya volt. ...1916-ban beiratkozott a református teológiára, hogy ott lehessen a nép között, és nem csak szóban, hanem teljes fizikai valójában ott éljen ebben a közegben. Fülep vidéki útjának az állomásai, egy Tolna megyei kis falu, Medina, Dombovár, és onnét Bajára került. És a bajai lelkésszel cserélt a várkonyi lelkésszel. Itt a várkonyi gyülekezet és egyház falai között nekem az élő eleven Fülep Lajos rémlik fel, akivel itt én még személyesen találkozhattam. Ő nem csak tudós ember volt itt Zengővárkonyban, nem csak a Pécsi Egyetemen adott elő olasz irodalmat és művészettörténetet, nem csak előfizetője volt például az Etnográfia című folyóiratnak, nem csak látogatókat fogadott itt ő, Bajcsi Zsilinszky Endrétől kezdve Móri Zsigmondig, hanem az embereknek is a gondviselője volt. Hát kétségkívül feltekintettek rá, mint tudós tanáremberre, hiszen ő úgy került Zengővárkonyba, illetve már korábbi lelkészi posztjára, hogy kinevezést kapott egy budapesti katedrára, amit aztán ugye nem töltött be. Nyilván ennek a híre hát a falubeliek fülébe is eljutott, és hát büszkék lehettek arra, hogy egy tudós lelkipásztoruk van, aki nem csak az egyházban nyert elismerést, hanem kétséget kizáróan a világi szintéren is egy elismert tudós koponya volt. Olyan dolgokról mesélt nekünk, amelyekről soha senkitől nem hallottunk. Például mesélt nekünk a 40-es évek közepén az atomenergiáról. Ugye falusi gyerekek lévén nyilván nagyon furcsán, értetlenül néztünk rá. Emlékszem ma is arra, amikor úgy próbálta megértetni velünk, hogy azt mondta, hogy gyereke, egy olyan csöp anyaggal, mint a gombos tűfeje, ezt az egész Zengőt el lehetne tolni a helyéről. És akkor döbbentünk meg, és akkor értettünk valamit abból, hogy micsoda iszonyatos ereje van például az atomnak. A gyülekezet egy részének nem mondott semmit sem, amikor atomokról meg egyebekről beszélt a Fülep tiszteletes úr, vagy a fizika tudományáról, akkor a gyülekezet egy részének biztos, hogy nem volt erről fogalma, hogy most miről is beszél pontosan a tiszteletes úr, de
Hát alapvetően azt lehet mondani, hogy ő volt kétségkívül a hírforrás, és de minden téren. Emlékszem, politizált a szószékről is mindig. A vasárnapi prédikációján a heti eseményeket, mert ő tudta újságú, a külföldi eseményeket is, elmondott mindent. Aki kíváncsi volt rá, még meg is kérdezhette tőle, politizálni nagyon szeretett. Rendkívül igényesen készült a prédikációira, és ezek töredékesen megmaradtak. Ezek nagyon érdekes olvasmányok, és hát a legenda így a faluban azt tartja, hogy itt bizony még egy-egy prédikáció során Nietzsét is idézett, és filozófiai eszmefuttatásokat is hallhattak itt a hívek. Egyszer egy alkalommal azt mondta Fülöp Lajos, mikor már beszélgetés volt. Na most gyerekek, nekem azt mondja, így mondta, hogy gyerekek, mert mi mindig gyerekek voltunk, aki kisebb is, nagyobb is, mindenki. Gyerekek, most azt mondja meg nekünk valamelyetek, vagy akármelyetek, és mindegyőtök, hogy melyik a legjobb izmus. Az volt egy Szlovákiából jött ide az gyerek, az a katonaság előszökött meg, és ez egy ilyen partizánféle gyerek volt már akkor is, és azt mondta, hogy a kommunizmus. Jó van, azt mondja, másikat kérdezett, másik azt mondta, fasizmus. És kérdezte a másikat, én nem is kérdezett akkor már. A harmadik azt mondja neki, a kapitalizmus. Gyerekek, izmus. Ez egyik se jó. A demokrácia, az angol demokrácia. Ezt mondta. Ezt tartottam a fejemben mindig, amikor Oroszországban voltam mindig, akkor is. Hogy a pap mind mondott nekünk, hogy az izmus, de a demokrácia, az a demokrácia. Az a legjobb. Ezt mondta. Rendkívül szigorú ember volt önmagához. Tehát szinte aszkétikus életet élt. Hajnalba kelt. Mindig hajnalba kelt, hajnaltól kezdve dolgozott, állandóan dolgozott, és nem is volt szabad itt a faluban sem, nem zavarhatták. Tehát megvolt, hogy mikor van fogadóra, ő akkor fogadott embereket, de őt a munkájában nem volt szabad zavarni. És hát egyébként ez a hihetetlen igényessége volt az egyik akadálya, hogy termékenyebb legyen. 23-ban jelent meg nagy hatású könyve a magyar művészetről, ahol ő a magyar művészetnek a filozófiáját igyekezett megalkotni. Volt egy kitűnő művészettörténet tanárom, Mezei Ottó. Mezei Balázsnak, a nagy vallás bölcselőnek az édesapja, aki a kezembe adta a magyar művészetet először, és mivel ez nekem annyira tetszett, utána elkezdtem utána járni, hogy miket írt még ez a Fülöp. És hát egyik mámulatból a másikba estem, és hát egy ilyen Fülöp rajongóvá váltam. Amit ő nekünk tanított, a formától elválaszthatatlan jelentés. Hogyan válik valami, ami forma, ugyanakkor jelentésé is. És azt mondta, hogy nincs külön forma, meg külön jelentés. A művész nem azzal foglalkozik, hogy most csinálok valamit, azt majd kiesztergályozom, és akkor elnevezem valaminek, akkor lesz jelentés. Ő azt mondta, hogy a nagy művész egyszerre dolgozik a jelentésen és a formán, miközben a formán dolgozik, aközben a jelentést formálja, és amit ugye a régi Arany János féle anekdóta szerint, amit mondani akar, mit akart mondani, vagy mit gondolta a fene, mondta Arany János. Ezt folytatja a Fülöp. Nem gondolta. Csinálta. A művészet elméletében és történetében a világnézet, mint minden tartalmi anyag, csak olyan mértékben fordulhat elő, ami mértékben formává, azaz művészetté vált. Aki egyik oldalon látja a formát, a másikon a tartalmat, egyiken az artisztikumot, másikon a világnézetet, az sehol se látja a művészetet.
dilettánsok elvitathatatlan privilégiuma. Na, ilyen volt. Itt a Fülepnek még a morgását is hallani véli az, aki őt hallotta valaha beszélni. Ez egy nagyon kerek álláspont. Barátai kérdésére, hogy hogy érzi magát falun, így válaszolt Molnár Antal zenetudósnak. A falu, bár sok rossz van benne, mégiscsak jobb, mint a város. És éppen úgy, vagy még jobban ragaszkodom hozzá, mint azelőtt. Tehát nem vagyok kiábrándulva, hiszen illúziók nélkül jöttem ide. Legfeljebb jobban ismerem, de mégiscsak ezt választanám. És aztán a vidék milyen szép. Fülepet foglalkoztatta a két háború közti magyar társadalomnak talán egyik legégetőbb problémája az egyke. És amikor szembenéztek a reális tényekkel, adatokkal, Babics is, Illyés is, akkor látták, hogy Fülep Lajos realista, józan ember, és jól látja a folyamatokat, és itt nem túloz semmit. Hogy miért egykéznek az emberek, illetve miért egy gyerek születik a családba, akkor ő azt írta okként, hogy egy halálgyűrű van az ormánsági falvak körül, a káptalani birtokok. Tehát a családok nem tudtak nagyobb földterületet szerezni, tehát a meglevő földterületükhöz, ezért, hogy ne aprózzák föl a birtokot, egy gyermeket szültek. Az egyke elleni harcot, azt Illyésnek a pusztulás című cikke indított el 1933. szeptemberében a Nyugatban, tehát tudni kell, hogy Fülep anyagából írta meg, Fülep adatai szerepelnek ebben a cikkben. Illyés szemében Fülep az egyik legműveltebb, hanem a legműveltebb magyar embernek számított. A Fülep publikációi miatt jött ide 1934-ben Bajcsi Zsilinszky Endre, Kodolányi János és Talpasi Tibor. Ebből született Kodolányinak a Baranyai utazás című cikkgyűjteményéből önálló kiadvány. Itt kezdték az ormánság föltérképezését Fülep Lajosnak. És az a népi íróknak a... És a Fülep kissé zokon is vette azt, hogy a cikkeiket nem mutatták meg előtte, közlés előtt. Mert mikor itt jártak, azt mondta nekik, hogy azért akarom látni, hogy itt a helybeliek nehogy még jobban megsértődjenek, nehogy itt visszájtszítson ez a cikk, mert érzékenyek az emberek erre a kérdésre, és azért, hogy a gyülekezetem, a közösség ne romoljon, látni akarom, hogy ti mit írtok le az újságban. És Fülep az egyke ellen nem csak újságcikkekkel harcolt, hanem például ide Zengővárkonyba telepített Szabolcsból többgyermekes családokat. Fülep Lajos nem hiába mondta, nem hiába figyelmeztette itt a népet, és azért hozták ide Szatmárból, meg Debrecenből is a nagycsaládosokat. Ez is azt mutatja, hogy Fülep, ahogy mondani szokták, szívén viselte az embereknek a gondját. Nyaronta gyűjtek ide kirándulni, azok a debreceni egyetemisták, cserkészök persze, azok intézték ezt a telepítést, először Debrecenből, és utána meg pár évre Szatmárból hoztak nagycsaládosokat. Németh Lászlóban harcostársra akadt. Amikor egymásra találtak, és amikor a válasz 1934-ben megindult, akkor Németh László úgy kérte föl szerkesztőtársának Fülepet, Gulyás Pál mellé, a debreceni tanár mellé, hogy még nem találkoztak. A lap első számában jelent meg Fülepnek a hatalmas eszéje a nemzeti öncélúságról. A nemzeti művé átlényegült jellegzetesség. Ahol hiányoznak a mű megértésének, önmagában értékelésének föltételei, ahol lemondanak a mű autonóm értékeléséről,
ott hiányoznak a nemzeti jellegzetessége megértésének és értékelésének föltételei is. Azt írta meg abban a nevezetes a válasz első számában, amikor ő volt a főszerkesztő bevezető tanulmányában, a magyar öncélúságban, hogy Magyarország az nyugati ország. Fülep ide egy kis Itáliát varázsolt Firenzéből, a Baumgarten díjból építette ezt a kőépítményt, szokatlan a magyar falusi környezetben, egy kocka alakú épület lapos tetővel, a könyvtárának elsősorban, annak a sok ezer kötetű gyűjteménynek, amelyben művészettörténeti könyvek, a kor magyar szépirodalma is jelen volt. De a zengővárkonyi belső emigrációban élni, az minden erőfeszítése, ottani könyvtára, minden mellett, hát azért az lényegesen különbözött attól, mint hogyha Európa valamelyik nagy művészeti központjában, egy jól berendezett könyvtárban ismerkedett volna meg mindazzal, amit akkorra, meg akkoriban a művészettörténetírás felhalmozott. Rengeteg levele együtt neki. Pécsváradon volt a posta, és a harangozónak a felesége hozta ki a leveleit. És egy plé dobozba volt, ami bezárható volt, abba tötték be a postán, külön volt neki a postán egy rekesze, amiben nagyon sok külföldi levelet jött neki, újságai jöttek, olasz, német újságok. És akkor elkértük, hogy a bélyegöket összeszülhessük, vagy leszülhessük-e róla, azt megengedte. Hát tudjuk, hogy hát szinte sóvárogva várta a híradásokat tanítványától és külföldön híressé vált barátjától, Tolnai Károlytól arról, hogy mi van most. Volt még a faluban, akinek olyan tekintélye volt, mint neki? Igen, igen volt. Császár János tanító úrnak. Ők becsülték és tisztelték egymást. Császár János 29-ben jött ide, és tovább volt az 50-es évek elejéig itt a faluban, tehát a közel 20 évet, amit Fülep Lajos itt töltött, együtt dolgozták, és ez a találkozás, ez nagyon gyümölcsöző volt a falu számára. Az ő közreműködésükkel vezették be a faluba a villanyt. Ők kezdeményezték, és ők építették itt szemben ezt a sárga épületet, a kultúrházat. Ez egy elég régi épület, 1941-ben kezdte építeni, és pont a háború végére lett kész az épület. És itt énekelni tanították a fiatalokat, kórust szervezett Fületnek a felesége. Tehát nagyon élénk közösségi életet élt itt abban az időben a falu ifjúságával. Behozták a magyar irodalom egy részét ide közénk, paraszt emberek közé. Feledhetetlen szép színdarab estéket mutattak be, nem csak itt a faluban, hanem a környéken is nagy sikerrel. Egy alkalommal, amikor jött a Móri Zsigmond hozzá, amikor a Pali bátyám vitte vissza az állomásra a Móri Zsigmondot. Nagy örömmel ült Fülep a Móricz mellett, a nagy bajuszos Móricz mellett, emlékszik rá nagyon, hogy de hideg idő volt, és jó fő voltak mind a ketten öltözve. Neves emberek, írók, Móri Zsigmond azért járt itt a faluba, mert Fülep vendégelte meg. Tehát éreztük, hogy ő valami más légkörben, más körben él, mint az egyszerű paraszt emberek, akikkel minden nap találkoztunk. Móricz az egyke miatt jött ide, és nem jött akkor, amikor a Fülep várta, és ez a találkozásuk, ez nem volt harmonikus. Mikor Fülep katedrához jutott Pécset, akkor a legkedvesebb tanítványai közé tartozott Vörös Sándor. Őt is Fülep Lajos fedezte fel. Fülep könyörtelenül kijavított minden hibát, és Vörös Sándor élete végéig minden versét, minden fordítását megmutatta Fülepnek, hogy nézze át nyelvi szempontból. A front végigvonult a falun, és Fülep le is írja az egyik írásában, hogy a könyvtárszobába bejött egy szovjet tábornok, és az ateista hadsereg, a szovjet tábornoka oda nyúlt a könyvespolcra, és Pázmány Péter esztergomi érseknek a műveit vette kezébe, és azt lapozgatta, és de hát látta, hogy ez egy szentély, a tudomány szentélye, és szépen
visszatette a könyvet a polcra, és távozott. Tehát a front nem nagyon érintette a falut. 1947. augusztus 21-én jöttem haza a szovjet haléfogságból. És akkor már két hét múlva, mind ahogy Ilka, te is mondtad, akkor ment el innen Várkomból. És az volt az első, hogy álljön hozzám. Hú, Jánoskám, megjöttél. Hát, nagyon jó, hogy megjöttél, mert édesanyádba, meg a nagyanyádba nem tudtam már lelket tartani, én mondtam nekik, hogy te meg fogsz jönni. Azt mondta nekem a Fülep, Jánoskám, úgy beszéljünk, mint azelőtt is, mondd el nekem, igazán, megvártak benneteket? Azt mondom neki, tisztelendő úr, azt nem mondhatom, hogy sokat vártak bennünket, de volt olyan is, hogy megvártak. Pedig akkor vártak meg legjobban, amikor előtte talán két héttel, amikor hazajöttünk. Ezt jól jegyezd meg, hogy amit most mondok. Én velem is nagyon óvatosan beszéltél, de egyelőre mindenkivel óvatosan beszél. Ezt mondta nekem a Fülep. És ez a Fülembe cseng még most is. Azt mondta, hogy két hét múlva már elmegyek, Jánoskám. Ha még lesz időm, akkor még visszagyűvök, megnézem a gáztényésünket. Igen, nem találkoztam vele soha többet. 1945-ben nem csak az ország, hanem Fülep Lajos is válaszút elé került. 1947-ben elhagyta Zengővárkonyt, Budapestre került, de előtte kereste a helyét. Balázs Bélának írta a következő levelet. Végül, hogy velem mi történjék. Tanítanom kell, nevelnem kell, mert megfulladok, elpusztulok. Kimegyek az erdőbe, és ott bőgök, mint a szarvastehén, akinek tele a tőgye, és elvesztette a fiát. Amikor 45-ben hazajött Lukács, akkor ez is nagy szó, akkor meglátogatta Fülepet Zengővárkonyban. Tehát az akkor már világhírű marxista filozófus, Moszkva után, moszkvai marxista körök után, Zengővárkonyban egy református lelkésznek a barátságát és a társaságát keresi. Ott beszélgettek, és hát mind a ketten azon tisztában voltak vele, hogy a minden tiszteletük ellenére az ő útjaik elváltak egymástól. Fülep nem követte Lukácsot és a vasárnapi kör más tagjait a kommunista ideológia elfogadásában, hanem megmaradt az eredeti állásponton. Az utak elváltak, és ugye nagyon kevesen voltak a körön belül is, szóval ők is meglepetésként érték ezt meg, mikor megtudták, hogy a Lukács bolsevik lett, hogy belépett a kommunista pártba. Lukács villámcsapásszerűen vált Saulusból Paulussá. A többieknél ez kimaradt. A Balázs Béla meg azt csinálta, amit a Lukács György mondott. Hát. A maga hatalmával akkor már tulajdonképpen kimélni és támogatni igyekezett Fülepet. Hogy Fülep Budapestre került, ez két embernek köszönhető, de inkább egynek. I.S. Gyulának elsősorban. I.S. Gyula ötlete volt, hogy ezt az óriási tudású embert fel kell hozni Budapestre, az ország szellemi központjába, hogy itt fejthesse ki tevékenységét, és ehhez nyerte meg a parasztpárti társát, Keresztúri Dezsőt, hogy egy népi jellegű ötvös kollégiumot létesítsenek. Ez így nem valósult meg, de az igen, hogy Fülep az ötvös kollégiumnak a tanára, és az akkor még Pázmány Péter Tudományegyetemnek a professzora lett, művészettörténetet tanított a Pesti Egyetemen.
szokás szerint, ott ilyen nagyon kis létszámú szemináriumok voltak a kollégiumban, ott Fülep művészettörténetet tanítson, adjon elő a kollégistáknak, azoknak, akik önként választották tanárjuknak, professzoruknak, mesterüknek Fülep Lajost. Amikor én ötves kollégista voltam, 44 és 49 között, ő egy időben benn lakott a kollégiumban, amikor felköltözött Budapestre. És sőt, olyan szerencsés is voltam, hogy egy asztalnál, egy csoportban kosztoltunk. Ő ott a kollégistákkal együtt kosztolt, ott evett. 1951-ben az akadémiai székfoglalója volt, akkori viszonyok között az egész szakmánk számára utat kitűző nagy akadémiai beszéde, aminek az volt a címe, hogy a művészettörténet feladata. Most ebben találunk egy, az előző a magyar művészet fejtegetéseiben hasonló, foglaltakhoz nagyon hasonló elképzelést, ami arról szól, hogy hát hol lehetne megtalálni a magyarságot, hol lehetne megtalálni a specifikus értéket a magyar művészetben. A népi emlékezetnek az volt éppen az ereje, hogy arra volt utalva, hogy nincs írás, tehát a lényeges dolgokra emlékezni kell. Nem adatszerűen, hanem a megélt élmény kell továbbvinni és beleélni az új élményekbe. Átvinni ezt a kultúrát árnyalataiban. Nagyon hasonló választ keresett egyébként, mint amit előtte az ő legközvetlenebb kortársai a század elején, Kodály vagy Bartók a maguk népzenegyűjtésével, amikor igyekeztek a paraszt művészetben, a paraszti hagyományban, lásd a régi stílusú népdal, a legősibb, a legarchaikusabb elemeket kimutatni. A kultúra nem. Ha csak olyan baltával felvágható, vaskos módon élne, akkor ez nem volna érdekes. Olyan árnyalatok vannak, ez amire Fülep a beszédnél is az egyik dalszövegénél ugye hivatkozik, amiket csak az élő emlékezet tud őrizni, hogyha az valóban őrzi. És a nép megőrizte ezeket az értékeket évszázadokon keresztül. Na, erről szól az, amit 1951-ben Fülep leírt. Erdő, erdő, sűrű erdő, de szép kerek erdő. Kerüli ez sárga rigó 12. Én is voltam sűrű erdő kerülője. Most meg vagyok barna kislány, igaz szívű szeretője. Gyerekkorától fogva vigyázott arra, hogy ő magyarul beszéljen, ne csak a szavakat mondja, hanem a szavak dallamát is tudja. Furcsa módon ő kérte, hogy daloljon nekem. És én boldogan vettem, mert nem mertem volna én kérni tőle. És azért, mert azt hiszem, és jól gondolta, úgy gondolta, hogy itt van mentenivaló. Esett, ahol éngöm belepött, megpróbáltuk sokszor híven ismételni tudja valaki a zárt és nyílt elket, az őt, de nem sikerült senkinek, pedig milyen szép így. Szinte görögösen hangzik a magánhangzó gazdag árnyalataiban, akár Szafó csodásan hangzó töredékére gondolhatni, deduke menhase lanna kai plejades és a többi. Mondja el viszont valaki a szokásossá és hivatalossá lett és tett nyílt elvel, az írásbeliség következményével esett, ahol engem belepett, ez a kislány engem szeretett, és így tovább, rémes, mintha nem is ugyanaz a nyelv volna, de nem is az. Készült a felvételre. Készült, a dalok címét felírta magának, azon kívül pedig utána mondott a dalokról, egy kis magyarázatot, az is le volt írva. És úgy ült előttem a mikrofon előtt, mint a legjobb adatközlőim, falusi adatközlőim. Egy kicsit feszülten, egy kicsit, még talán izgult is. Na most
A katedrán nem izgult, az akadémián nem, tudományos akadémián nem izgult. '51-től lakott a Széher úton. Tanítványai az ötös kollégiumból követték a Széher útra. Ennek két központi figurája volt, F. Csanak Dóra és hosszú ideig a legfontosabb Fodor András. Ő volt az, aki Fülep körül ezt a társaságot szervezte. Jöttek a régi egyetemista társak, volt Domokos Mátyás, akkor Lator László, Sárosi Bálint. Képzőművészek, irodalomárok, történészek. Nagy esemény volt, hogyha valaki ebbe a körbe bekerült, és járhatott ezekre a beszélgetésekre. Voltak olyanok mindig egy-egy, amit éppen akkor olvasott. Például Rilkének az Átmen, a Lélegezni című versét olvasta éppen, és talán arról egy eszét is. És hát akkor egész este arról a versről beszélt, hogy az milyen csodálatos nagy vers. Akkor Fodor Bandi vitt neki fiatal költőket, vagy nem fiatal költőket, már mint a verseiket, és egyikre azt mondta, hogy ez nagyon jó, a másikra meg azt mondta, hogy ez vacak, és nem volt hajlandó vele foglalkozni. Azt is nagyon sokszor kérte, hogy szerezzenek meg neki valami külföldi könyvet, amit ott a közelibe, vagy a akkori könyvtárakban, esetleg még az akadémián sincs meg. És akkor kérte Csanak Dórát is, és talán a városban pedig Vajda Kornél volt az, aki nagyon sokszor beszerzett neki dolgokat. Én a Széher útra vittem föl a könyveket, és akkor mindig a Fülep nem szeretett a lakásába beszélgetni, mindig sétáltunk egyet, és beszélgettünk. Na most ezt én magam se egészen értettem, hogy egy ilyen kis hülyével mi beszélgetnie valója van a Fülepnek, de a Fülepben dúlt a pedagógiai furor. Borzasztóan érdekelte őt a fiatalság, úgy látszik a fiatalság butasága is, és szívesen beszélt nekem mindenféle dologról, és a kérdéseimre mindig válaszolt. Más kérdés, hogy én aztán köpni-jelni nem tudtam ez ilyen válaszok után. A kert teraszáról hallani lehetett, hogy ott lent a hegy aljába lövöldöznek. Ott egy ávós lőtér volt. És akkor Fülep, mert ez rettenetesen idegesítette. És azt mondta, hogy szólok nem tudom Révainak vagy kinek. És erre mindjárt megpróbáltuk lebeszélni, hogy hát az ávó lőterit nem fogják elvinni. Szólt Fülep, egy hét múlva nem volt lőtér. Szóval még Réva is hajlandó volt a Fülep tekintélye előtt. Pedig hát ugye ez nem volt olyan egyszerű, ez nem csak egyszerűen egy irodalmi vélemény volt. Nem volt hajlandó hosszan ülni. Amikor ki lehetett menni sétálni, akkor mentünk lefel a Széher úton, időnként megállt egy-egy pillanatra, és hosszan valamit fejtegetett, aztán eszébe jutott, hogy hoppá, sétálunk, és akkor mentünk tovább. Nem katedra filozófus volt, Fülep az élet filozófusa volt. És a legfőbb tekintélye, példaképe Szókratész volt. Ha tehette, mindig sétáltak. Ezek peripatetikus beszélgetések voltak a görög mintára, járták ott a Széher út környékét, csak akkor voltak benne a villában, hogyha nagyon-nagyon hideg volt, és farkasorító hideg, a társaság nem bírta. Van olyan filozófus, van olyan ember, akinek a terepe, az alkata nem föltétlenül csak az írás, hanem az élő beszéd. Fülep is ilyen volt. Sárosi Bálint tal volt egy ilyen hosszabb, mondhatnám, hogy színjátékuk, hogy Fületnek kedves gondolata volt a világ vége, az, hogy hát az emberiség idáig züllött, vége lesz a világnak, apokaliptikus idők jönnek, és hát az egyik ilyen, hogy ma már nem tudja senki megfújni a két lukufuruját. A furuja nagyon tetszett neki, úgyhogy aztán el is jutottunk odáig, hogy egyszer csak felállt, és kivett a szekrényből egy furuját, billentyűk vannak rajta, de közönséges furuja. És akkor Bálint megfújta, és ez Fülepnek hallatlan nagy élmény volt, hogy van még valaki. Elmentünk egyszer kiállítást nézni, és akkor visszajövet, beültünk egy sörözőbe, és akkor mindenkinek rendelt egy pohár sört. Stucniba kérte ez a hosszúkás pohár.
mert ő abból szeretett inni. Volt egy olyan kiállítás 1948-ban, ezért mesélem az egész történetet, hogy a magyar valóság, ez a szárnyát bontogató, vagy már szárnyát kibontott szocialista realizmus szervezett fellépése volt, ott az Erzsébet téren volt az a lebontott, hogy hívták azt a magyar, nem tudom mi, egy ilyen szalon, ez az igen, magyar szalon, és ott Fülep becsörtetett ugye, hogy szeretett járni, vagy tudott járni, megállt abban a nagy teremben, és ott voltak körbe kirakva a szocialista, realista festmények, és akkor Fülep így körülnézett, és azt mondja, ez a magyar valóság, hát ez szar, mondta ilyen ordítva, ott képzeld el, hogy 48-ban, amikor az már akár veszélyes is lehetett volna, hogy valaki ezt mondja a hivatalos festőkre. Akire a legtöbbet harcolt, és akit a legnagyobbra tartott, az Csontváry Koszka Tivadar volt. A 20. századi magyar festészet legnagyobb alakjának Csontvárit tekintettek. Sok mindenkit szeretett, Egritő Derkovicsig, Derkovicsot is nagyon szerette. Ma is emlékszem, amikor éppen Gegesi Kispánál, akit már emlegettem, ott volt 3-4 Derkovics kép, és így állt egy negyed órát előtte Fülep. De hát azért Csontváry volt mindenek felett neki a legjelentősebb, legnagyobb magyar fest, amilyen nincs a világon. Az anekdóta úgy tartja számon, hogy Csontváryt akkor kezdték felfedezni a művészettörténészek szerte a világon és Magyarországon is, amikor a brüsszeli kiállításon az 1950-es évek végén kivittek néhány Csontváry képet, és Picasso is elment a világkiállítást megnézni, és hát természetesen óriási slepp tömeg követte a világhírű nagy művészt, és mikor a magyar pavilonba ért Csontváry képeihez, akkor az anekdóta szerint állítólag megállt, és azt mondta, hogy hát nem tudtam, hogy rajtam kívül még valaki festett a 20. században. Csontváryról azt mondani nagy magyar művész persze igaz, de nem határozza meg. Még az se, hogy a század nagy európai művésze. Olyan művek, mint a Panaszfal, Mária kútja, Két cédrus, Taormina, hogy csak a nagyokat említsem, a művészet egész történetének máig legmagasabb csúcsaival vannak egy magasságban, s aki alkotta őket, nem csak nagy nemzeti vagy századi, hanem világtörténelmi jelenség. Hát évekig hallottuk ezt, hogy ő írja a magyar művészet elméletet, egy filozófiai, esztétikai művészet elméletet. És ez nem akart megjelenni, és amikor meghalt, akkor kiderült, hogy mindjárt azt hittük, hogy egy sort se írt belőle, hogy igenis írt, nagyon sokat írt, csak nem rakta össze. Mielőtt megjelenhetne, ha megjelenhet a mai nyomorult pénzügyi világban ez a művészet filozófia 6000 kézirat oldalnyi anyaga, ami szerintem nagyon nagy durranás lenne, de ha nem jelenik meg akkor is, a Fülep filozófiája benne van, ha akarod, abban a 3 Tímár Árpád által kiadott kötetben is, nem beszélve a sárga összegyűjtöttről. Mindnyájan tudtuk, akik Fülep Lajost ismertük, vagy hát egyáltalán csak az egyetemen megfordultunk, hogy Fülep Lajosnak úgy szóval a mániája volt, az egészséges élet, filozófiát csinált, követelményt, abból, hogy senkinek nincs joga a szervezetét rombolnia. Olyan jól tartotta magát magas kora ellenére is, hogy néha-néha volt beteg, sőt fiatal korában állítólag elég gyakran is, de valahogy túljutott rajta. Aztán kórházba került, azt kérte, hogy egy darabig, hát ő majd kijön, de ne látogassuk. Sajnos jött a híre, hogy meghalt Fülep. Hamvasztották, volt egy gyászjelentés, nem volt temetés. Ő mindig úgy gondolta, hogy ahhoz senkinek semmi köze, és nagyon utálta az ilyen halotti szertartásokat, meg ünnepségeket, meg... Na de ez nekem erről nem vallott. Csak pikírt megjegyzéseket tett időnként, amikor valakinek az operaház kórusa kijött énekelni a sírjánál. Amikor a széherúti tanítványok 60-as években, 70-es években az akkori állampárt nagy kegyéből nagy ritkán külföldre utazhattak és eljutottak Firenzébe, akkor Fülep mindig
papíron kijelölte nekik az útvonalat. Firenze bottegaia di quando eri bambino e te n'andavi in giro fiero d'essere fiorentino. Firenze bottegaia. Megnézzük piacot, az embereket, a templomokat, a kezék, a sétát a domtól. Utána a San Marco, a Santa Croce, Medici kápolna, de mindig azt mondta, hogy utoljára hagyják a legszebbet. Mert a legszebb az a San Miniato al Monte, 11.-12. századi románkori templom, fönn Firenze fölött a dombon. Fülep ezt szerette legjobban, ide jár ki nagyon gyakran, az ember lába alatt van az egész város, Firenze az Arno. Az egyik legkedvesebb tanítványa, a Széherút egyik lelke, Fodor András a feleségével Firenzébe eljutott, elzarándokoltak a San Miniatóhoz is. Nagyon várt program volt a San Miniatónak a meglátogatása. Bent körül járva ráismertünk azokra a motivumokra, amikről ő is beszélt, és valahogy az egész annyira megfogott bennünket, annyira hatása alá kerített az élmény, hogy akkor én mondtam azt, hogy Fülepnek nincsen sírhelye, és hogy mondjuk ki azt, hogy legyen ez az ő síremléke, ez a templom, méltók egymáshoz. Láttam a testesült arányt, gyöngyház oltárként megforogva, ahogy a forgandó időt márvány mintáin fölmutatta. Minden, ami belőlünk való, a föld, a menny, a fekete-fehér, homlokzatán átlókba fogva világolt, és mint a lét fürkészhetetlen, újulni győző ereje, vidám volt. Sugárzott mindenünnen a gyöngyház fényű tékozdó derű, egymásba tódult való meg álom, nem vált el élettől a mű. Emlékszel? Fönt a kőmelvéd ívén a mozaik szemcsékbe dermett, egymást faló sárkány fiókák, micsoda fürge eszterlánca lengett. Erről is akartunk szólni. Hiába. Késő már. Elmúlt a gazda. Mit ér a lélek Isten arcú mása, ha nincsen ember, kiért faragta?